Egyre népszerűbb a kismamák körében a hatvani Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztálya. 2011 óta közel 50%-kal emelkedett a születésszám az intézményben. Ez a kiváló szakemberek munkája mellett az elmúlt években lezajlott technikai fejlesztéseknek is nagy mértékben köszönhető. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében összesen 2 milliárd 699 millió forint Európai Uniós támogatás révén valósult meg a hatvani kórház struktúra átalakítása. Ennek a megújulásnak a keretében ment végbe a szülészetnőgyógyászati osztály újjászületése is. A hatvani kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának a megújítási folyamatát még 2012-ben elkezdtük egy pályázat előkészítő munkával. Gyakorlatilag a pályáztatás pénzelnyerés után a valós fizikai munka és az átalakítás folyamata az a tavalyi év tavaszán, március végén, április elején kezdődött el. Az osztály igyekszik minden segítséget megadni a kismamáknak, mind gyermekük érkezése előtt, mind azt követően. Ezt a célt szolgálja többek között már a várandós gondozás is, mely különálló egységként a kismamáknak külön időpontot biztosítva működik a szakrendelőben. Erre lehetőséget biztosít az új terhes gondozás, azaz, ha egész pontos akarok lenni, a törvény szövege szerint várandós gondozási törvény, amely biztosítja a szülésznők számára is a terhes gondozásban való részvételt, illetőleg az önálló terhes gondozást. Mi nagy örömmel léptünk ebbe az irányba, már csak azért is, mivel az osztályon dolgozik 4 főiskolát végzett szülésznő, és ezek bevonásával, a szakorvosok, illetőleg rezidensek közreműködésével átszerveztük a terhes gondozásunkat, és már így közösen végezzük a terhes gondozást. Ennek nagy előnye az, hogy egyfelől egy szülésznői szemlélet is kikerült a terhes gondozóba. Egy szülésznői prevenciót végzünk. A szülésznőknek a nyitottsága, illetőleg a látásmódja biztosítja azt, hogy azokat a gondokat, problémákat, amik esetleg előzetesen már jelentkeztek a szülőszobán, a szülésnél, a felkészülés idején, már a terhesség alatt fel tudják hívni a kismamák figyelmét rá, és meg tudják előzni ezeknek a gondoknak, a problémáknak az előfordulását egyfelől, másfelől pedig úgy látjuk, hogy nagyon jó eredmény az, hogy amikor a kismama jön a szülőszobára, jön szülni, akkor nem csak esetleg az orvost ismeri, hanem már a szülésznőt is, aki fog itt vele foglalkozni, akinél szülni fog, és ez egy kicsit ezt a szülés folyamatát meghittebbé, barátságosabbá teszi. A kórház nagy hangsúlyt helyez a szülés felkészítésre is. A kismamáknak lehetőséget biztosítanak arra is, hogy párjukkal vagy közeli hozzátartozójukkal éljék át a szülés élményét. Az együttszülésre térítésmentes tanfolyam segítségével készülhetnek az érdeklődők. 4 alkalomból áll a tanfolyam, minden hónap első szerdáján kezdődik. A tanfolyam tulajdonképpen arról szól, hogy az első foglalkozás kapcsán bemutatjuk a szülőszobát, hogy ne idegenként kerüljenek ide a kismamák, amikor megérkeznek a szüléshez. Itt végigvezetjük a párokat a szülőszobán, elmondjuk a szülés folyamatát, elmondjuk a szülés utáni történéseket, és tulajdonképpen az EFI iroda segítségével egy kicsit kibővítettük a felkészítő tanfolyamunkat, a tudatos szülővé válásról is egy előadást hallgattunk. Adhatnak meg tanfolyam kapcsán a párok. Nagyon nagy igény van rá, most már körülbelül olyan 60-70%-os arány az, ahol együttszülés történik, és valamelyik hozzátartozója elkíséri a kismamát a szülőszobára. A további foglalkozásokat a kórházi védőnő Rüdiger Bianca tartja. Ő védőnő, és akkor tulajdonképpen a babaápolást, a füröztést, a babakelengyét, a szoptatást, a pelenkázást, ő ezeket bemutatja a pároknak. A további tanfolyamok is az EFI irodában vannak. Ott kaptunk helységet, ott van kivetítő, és képi és hanganyaggal is tudjuk a kispapákat, kismamákat felkészíteni a szülésre.
és nagyon nagy igény van rá. Sokszor már 12-13 hetesen telefonálnak, hogy ők szeretnének részt venni ezen. Én ennek a lelkesedésnek nagyon örülök, mert látom azt, hogy készülnek a babavárásra. Tehát ez nincs megszabva, hogy hány hetesen kezdjék el, ha ők úgy ítélik meg, hogy hamarabb szeretnék, de az a cél, hogy amikor ide jönnek szüléshez, akkor ezen a 4 foglalkozáson részt vegyenek, és ezt igazoljuk, ugye, hogy megtörtént a felkészítés, és akkor úgy jöhetnek be a szüléshez. Tehát tulajdonképpen felkészületlenül nem szoktunk beengedni párokat a szülőszobára. A kismama az féligülő helyzetben fekszik az ágyon, tehát az ágyat tudjuk emelni a magasságát, majdnem, hogy ülő helyzetbe helyezzük a kismamát. A lábak azok fel vannak rakva a lábtartóra, és a szülésznő, mert a szülésznő vezeti a szülést, láb között áll, és az újszülött ide érkezik, tehát erre a részre érkezik. Ide ugye kirakjuk a steril újszülött tesszettet, amire várjuk a babát az újszülöttes eszközökkel. Amikor megszületik a baba, ezen a szülőágy részen történik a babának az első körbe az ellátása, az elsődleges újszülött ellátás. Itt leszívjuk a baba légutaiból a nyákot, amit ugye szülés közben a szülőcsatornába veszedett magába. Itt elvágjuk a köldökzsinórt, hogyha van őssejtvétel, akkor nagyon gyorsan ugye levesszük az őssejtet, mert az a lényeg, hogy ugye minél hamarabb szúrjuk a zsinórt, és minél több sejtet tudjunk nyerni. És akkor itt egy pillanatra odaadjuk az anyukának a mellkasára a babát betakarva. Nagyon figyelünk arra, hogy ne hűljön ki a baba, mert azért a közel 10 fokos hőmérséklet különbségbe érkezik a baba, hiába itt meleg van, a 37 fokból kijön 10 fok mínuszba, mínusz hőmérséklettel, és akkor a 27 fok az ő neki fázik. Ezért igyekszünk azt biztosítani, hogy előmelegített párnára látjuk el a további babaellátást. Itt van az újszülöttel látó asztalunk, és itt kis polár plédekben van csomagolva a baba. És akkor még egy picikét visszaadjuk az anyának, mielőtt kikerül az újszülött osztályra. A felújított szülőszobai részlegen számos modern helység és eszköz áll a kismamák rendelkezésére. Itt, ahol most is vagyunk, a szülészet, illetve szülőszobák, illetőleg a császárműtő részleg, ez egy 360 négyzetméteres terület, ahol önálló szülőszobák kerültek kialakításra megújult technikai felszerelésekkel, gépekkel, illetőleg egy teljesen új császárműtő került kialakításra ugyanebben a légtérben, aminek a technikai berendezései szintén vadonatújak a 21. századnak megfelelőek. A kibővült műszerpark valamennyi eleme azt a célt szolgálja, hogy a kismamákat és az újszülötteket maximális biztonsággal el tudják látni. Tehát ez a helység az újszülött ellátó helységünk, ahol minden esetben a császáros babákat ellátjuk, és itt látjuk el még azokat az újszülötteket, akik vagy koraszülöttek, vagy picit elfáradtak a szülés után. Itt ez az asztal, ez egy reanimációs asztal, ami egy anyai testhőmérsékletet biztosít megfelelő felszereltséggel. Addig, amíg egy koraszülött babához nem ér ide a csernyimentő orvossal és szakszemélyzettel, addig a hatvani kórház gyerekorvosai látják el itt a babát. Császármetszéshez minden esetben újszülöttes orvost hívunk, és a problémás babákhoz is. Tehát itt maximálisan fel vagyunk szerelve, ami az itteni ellátáshoz szükséges az újszülötteknek. Szülés után a baba az újszülött osztályra, az édesanya pedig a gyermekágyas részre kerül. Itt csecsemőmérleg, újszülött kocsi, pelenkázó, hűtőszekrény szolgálja a kismamák kényelmét, valamint adott az úgynevezett rooming-in lehetősége is, ami azt jelenti, hogy az újszülött édesanyja mellett lehet. A gyermekágyas részen többféle szolgáltatásunk van. Hagyományos módszerrel 4 és 3 ágyas és 1 ágyas kórtermeink vannak, ahol a kismamák igénybe tudják venni a rooming-in szolgáltatást. Itt az intézményben 12 órás rooming-in van, ami azt jelenti, hogy éjszakára beviszik a babát az újszülöttre, és akkor szakszemélyzet figyeli a kisbabát az éjszakai időszak alatt.
Nem automatikusan működik, a kismamának kérni kell, hogy szeretné kikérni a babát. Nagyon nyitottak vagyunk rá, nagyon jó, hogy kint van a baba rumingénbe, mert igény szerint szopik. Az, hogy az anyuka mellett van, az anya közelségét érzi a baba, a kötődés kialakulása még szorosabbá válik, és ami nem mellékes az, hogy a kismama tulajdonképpen az itt töltött rövid idő, mert 3 napot töltenek itt egy sima szülés után, tapasztalatokat szerez abban, hogy hogyan lássa el a babáját, mire hazamegy, tehát nem laikusként fogja kezelni otthon. A másik dolog, ami nagyon nagy igény van rá, a Samsung családi szobánk, amit 2014-ben a Samsung jóvoltából került kialakításra. Tulajdonképpen nem csak a Samsungos dolgozók veszik ezt a szobát igénybe, fizetőszolgáltatásként 10 000 forint per éjszakánként a kismamák előjegyzés alapján igénybe tudják venni. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon pozitív élménnyel távoznak az osztályról azok a párok, akik a Samsung szoba szeretetét élvezték, amíg itt voltak a szakdolgozói szeretet mellett. Az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet szakmai rendezvényekkel is igyekszik segítséget nyújtani a gyermeket tervező pároknak, kismamáknak, édesanyáknak. Május hónapban szoktuk szervezni a születéshetét, ami tulajdonképpen nem csak a mi rendezvényünk, hanem ez egy országos rendezvénysorozat, amihez szoktunk csatlakozni. Ezeken a rendezvényeken igyekszünk olyan vendégelőadókat, vagy akár magunk előadni, és olyan hasznos tanácsokat adni a kismamáknak, és előadásainkba feltüntetni azokat a dolgokat, amikre ők kíváncsiak és nyitottak rá, hogy tulajdonképpen már a születésheti rendezvénysorozatainkra azok a párok is eljönnek, akik tudatosan babát terveznek, mert hát tulajdonképpen így is készülnek fel arra a tudatos gyerekvállalásra. Itt ezen a rendezvénysorozatunkon nagyon nagy érdeklődés van, ez egy 7 időintervallum, tulajdonképpen szoktunk nyílt napot tartani, a tavalyi nyílt napunk is nagyon jó sikerült, bevontuk bele a babaúszás oktatót, itt megtekinthették a kismamák a szülőszobát, beszélgethettek a személyzettel, orvosokkal, szülésznőkkel és a kórház védőnővel. Nagyon jól sikerült. A másik rendezvényünk, ami rendezvénysorozatunk az Anyateljes Világnap, ezt is több éve, minden évben megszervezzük augusztus elején. Túl a tanfolyamokon, várandós gondozáson, szülésfelkészítésen és szakmai programokon a szülészet nőgyógyászati osztály természetesen a megbetegedések kezelésére, a nagy műtétek és az egynapos sebészeti beavatkozások elvégzésére, a megelőző ellátásra, a szűrővizsgálatokra is szintén nagy figyelmet fordít. A nőgyógyászati operációkat a beruházás keretében kialakított új, 21. századi körülményeket biztosító központi műtőblokkban végzik, a legkorszerűbb műszerekkel, technikai felszereléssel. Az úgynevezett endoszkópos technikák alkalmazása az új műtőben nagyon nagy teret nyert, és ehhez pillanatnyilag minden elérhető technikát a laparoszkópos műtétekhez, akár a sebészet, akár a nőgyógyászat, akár a traumatológia vonatkozásában most ebben az ezen beruházás keretében beszereztünk, alkalmazunk, tehát egy full digitális laparoszkópos, hiszteroszkópos technikával tudunk dolgozni. Ennek a laparoszkópos technikának a fejlődése lehetővé tette, és most már lehetővé teszi a 60-i kórházban is, hogy akár mélyeltávolításokat is lehessen végezni laparoszkópos technikával. Még itt nem végeztünk ilyen eljárásokat, de éppen most készülünk fel arra, hogy előbb-utóbb itt is elérhető legyen ez a sokkal kisebb megterhelést jelentő műtéti technika. Kisebb műtéteket természetesen már ma is csinálunk, az elmúlt évben is végeztünk közel 70 endoszkópos beavatkozást. A technikai fejlesztéseknek és a szakképzett munkaerőnek köszönhetően a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet szülészetnőgyógyászati osztálya valóban egyre népszerűbb. Míg 2011-ben az újszülöttek száma nem érte el a 350-et, addig 2013-ban már 414, egy évvel később 505, tavaly pedig 506 újszülöttet köszönhettek az intézmény dolgozói. A kórház vezetése és munkatársai remélik, hogy a jövőben ez a szám tovább fog emelkedni.